Szent II. János Pál pápa 32 éve kezdeményezte, hogy február 11-e a Szűzanya első Lourdi jelenésének napja, a betegek világnapja legyen. Székesfehérváron a Szent István Király Székesegyházban Spányi Antal megyés püspök a megjelent papsággal tartott szentmisében imádkozott a betegekért és mindazokért, akik gyógyítják, ápolják, gondozzák őket. Szükségünk van virrasztókra, amikor alszunk. Szükségünk van hívőkre, amikor kételkedünk. És imádkozókra némaságunk idején. Szükségünk van utitársra, reményben és félelemben. Azokra, akik a fáradtak sem adják fel, akikre támaszkodhatunk gondjainkkal, bajainkkal. Szükségünk van azokra, akikkel együtt eléd állhatunk, téged kérdezgethetünk és kérlelhetünk, akikkel hálát adhatunk és rendelkezésedre állhatunk. A főpásztor Ferenc pápa idei betegek világnapjára írt üzenete alapján a betegség idején megélt kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta, megszólítva a betegeket és mindazokat, akik melléjük állnak, érintettek ebben az élethelyzetben. Nem lehetünk közömbösek a szenvedők iránt. Világossá kell tenni, mindenki értékes, és senki sem leírható, leselejtezhető. Mindenkit tisztelünk, mindenkit szeretünk, az elesett, a bajban lévő, a szenvedés koholyában élő embert is. Szűz Máriával kérjük az Úr áldását a betegekre, a róluk gondoskodókra, a gyógyító orvosokra, szakápolókra, ápolókra, a kórházi lelki gondozókra, mindazokra, akik oda kerülnek a betegágy mellé, vagy akik a szenvedő emberrel találkoznak. Felelősséget vállalni a másikért, kötelességünk egyénileg is, tegyem meg, amit tehetek, vegyem észre, hol segíthetek, okoskodás nélkül készséges lélekkel, alázatosan, és feladata ez Isten népének is. Imádkoznunk kell minden rászorulóért. Az egyház imádsága, a mi közös imádságunk, az, ami igazán fontos és erőt ad. A püspöki beszéd után a szentség felvételére gyónással felkészült hívek megújították keresztségi fogadalmukat, majd a főpásztor és a papság a megáldott olajjal megkenték a betegeket, és kézrátétellel imádkoztak értük. Szent Kenet által és nagy érkalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szent Lélek kegyelmével. Amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan. Amen. A szentmisén részt vett a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház megbízott főigazgatója. Eljöttek orvosok, ápolók, valamint a Székesfehérvári Egyházmegye kórház lelkészi szolgálatának lelki gondozói is. A szentmisében a kórház Szent György kórusa végezte a zenei szolgálatot.